Már az aulába beléptünkkor látszik a megújult, megszépült épületrész. A bútorok egy része a felirat diszkréten, de figyelemfelkeltően hivogatja és marasztalja a betérőt. Itt az aulában rögtön az új logó és annak ez a 3D-s felirat változata látható. Egy új logót készítettünk, ami egyrészt a szeráfot, az angyalokat, de ugyanakkor a szárny egy kézre is hasonlít, ami így körbeölel, és a tau látható, ami a ferenceseknek a keresztjele, tehát a ferencesség is megjelenik ebben a logóban, valamint a szeráfok jellegei, ami utal ránk. Ezt az aulát, az egészet úgy, ahogy van, kifestettük, megfordítottuk az irányt, hogy látható legyen minden előadás, ferencest, meg minden nyílt alkalom idején egy méltó hátteret tudjunk biztosítani. Csillárokat is, a székeket azt itt találtam az épületben, úgyhogy azt innen megint csak belső erőből sikerült megújítani ennek a kinézetét, és most már tényleg méltó színhelye tud lenni bármiféle rendezvénynek, így a Szójbe a püspöknek rendezvényünk itt volt, valamint át tudjuk alakítani, véradást szerveztünk itt, és méltó helyét tudtuk ezeknek szolgáltatni. Dobosné Rizmaier Rita, kollégium igazgatója egy éve vette át a vezetés szerepét, de már sok újat hozott létre azáltal, hogy otthonosabbá tette és felújítatta a szállás, tanulás helyszínét az egyetemisták számára. Egy éve vezetem a kollégiumot, az alatt, hát fél év alatt szakkollégiummá lettünk, és közben pedig ősztől folyamatosan elkezdtük a felújításokat. Megújult az aula, megújult a kápolna, most zajlik éppen új ágyak cseréje, az előtér, a pénztárhelység. A legelső, ami a quadrum volt, ahol ez egy belső udvar, ahol a diákok tudnak tanulni, kellemes, hűvös, itt a fákat meg kellett szabadítani a borostyántól, meg egy-két fát ki kellett vágni a biztonság érdekében, és ide fűszerkertet építettünk. A diákoknak klubszobát alakítottak ki, mely alkalmas filmek megtekintésére, kiscsoportos összejövetelekre. Mindezt a saját karbantartóik segítségével önerőből alakították ki, teszi hozzá az igazgatóasszony. Nagyon sok minden vár még felújításra, ahhoz igazából támogatókat keresünk, illetve próbálunk a Pécsi Tudományegyetemmel úgy valami olyan formát találni, hogy esetleg ők is támogathassanak bennünket, mivel itt csak PTS diákok laknak, 90 diák lakik itt tulajdonképpen. A Kollégium Szerafikum fenntartója a Ferences rend. Ennek értelmében egy keresztény értékrendet képviselő intézményről van szó, amely ilyen identitású, illetve erre nyitott diákokat vár a ponthatárok meghirdetése után a megújult pécsi kollégiumba. Bővebb információ a Kollégium Szerafikum honlapján érhető el.